Magyarországon már több mint 20 éve működnek tanodák, mára már pedig a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának egyik legfontosabb hálózatává vált. A tavalyi évtől kezdődően átalakult az intézmények finanszírozása, így fejlesztésekre, eszközbeszerzésre vagy akár közösségi események megrendezésére állami forrás áll rendelkezésre. Ez egy szolgáltatássá vált. Régen ez egy program volt, tehát uniós vagy hazai finanszírozású, de program, és aztán a magyar kormány beillesztette a gyermekvédelmi törvénybe, mint szolgáltatás. Innentől kezdve elég komoly elvárások is vannak, de hát egy elég komoly, akár 14 milliós támogatás is jár a tanodáknak, tehát szeretnénk, ha pontosan tudnák, hogy hogy kell pályázni, mik az elvárások. Az idei pályázat országos keretösszege közel 2,5 milliárd forint. A helyettes államtitkár kifejtette, a kiírások fő célja, hogy a tanodák még több élményt kínáljanak a gyermekeknek, a digitális háttér fejlesztésével pedig biztosítsák a korszerű körülményeket a tanuláshoz. A kormány ezzel azt szeretné megalapozni, hogy növekedjen a hátrányos helyzetből érkezők aránya a felső oktatásban. Ugye a kisgyermekeknek elég nehéz elmondani, hogy a tanulás fogja jelenteni a jövőjüket. De hát mi meg tudjuk, ugye a felnőttek pont ez a felelősségük, hogy tudják, hogy igenis a tanulás az, ami a szegénységből kivezető út. És azért tegyük a szívünkre a kezünket, tehát akik nem szegénységben növünk föl és iskolába járunk, azért mi se úgy keltünk reggel, amikor az iskolába mentünk, hogy tudtuk 8-10 évesen. Akik viszont tényleg rosszabb körülmények közül jönnek, hátrányos helyzetű gyermekek, a szüleiknek alacsony végzettsége van, ott ezt a motivációt nehezen tudják megadni. Szeretik őket, de a tanulási motivációt nehezen tudják megadni, és a tantárgyakba is kevésbé tudnak segíteni. A tanoda ezt pótolja. Magyarországon 2010 előtt csupán néhány tucatnyi tanoda létezett, azóta folyamatosan növekszik a hálózat. Jelenleg 198 intézmény működik, ebből 185 hazai finanszírozású.